Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Istennek dicsőség, egymásnak segítség címmel nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban, abból az alkalomból, hogy 130 éve vette kezdetét a szervezett tűzvédelem Békés Csabán. A jubileumra egy kiadvány is megjelent. Szent Flórián volt a tűz patronusa, és most is a tűz patronusa. Ő a római légió századosa volt. A Békéscsabai Szervezet Tűzoltóság 1886. augusztus 20-án kezdte meg működését. A hivatásos tűzoltókra azóta is minden tűzesetnél számíthat a város. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy ezek a lánglovagok nem csak tüzet oltanak, hanem segítenek a bajban. Segítenek akkor, amikor természeti katasztrófák vannak, amikor balesetek vannak, és minden olyan helyzetben, amikor rászorulunk. A tűzoltók helytállását társadalmi megbecsülés övezi, ezt nem csak egy-egy alkalommal, hanem a mindennapokban is tapasztalják. Minden olyan eseménynél, beavatkozásnál, ahol a kollégák beavatkoznak, segítenek, érzik a hálát, érzik a pillantásokat, és azt a köszönetet, amely legtöbb alkalommal szóban is megjelenik. A jubileumi kiállításon látható korabeli és mai tárgyak Békéscsabáról és környékéről származnak. A helyi hivatásos tűzoltóság bázisán már 2003 óta van egy állandó kiállítás. Ennek anyagát egészítették ki a Katasztrófavédelem Központi Múzeumából és a szomszédos megyék múzeumaival származó relikviákkal. A tárlat az első tűzoltóság alapító okirataitól napjainkig kíséri végig a tűzoltóság életét. Az évfordulóra könyv is készült interjúkkal, történeti visszaemlékezésekkel. Gerincét Kisházi Gusztáv nyugalmazott tűzoltó alezredesnek a Békéscsabai tűzoltóság történetét egészen 1948-ig feldolgozó tanulmánya adja, amit követnek különböző forrásközlő és adatközlő részek, így például korabeli sajtókból ismertetett tűzesetek. Az Istennek dicsőség, egymásnak segítség című kiállítás július 3-áig tekinthető meg a Munkácsy Mihály Múzeum honfoglalók termében. Magazin műsorunkban az aktuálisban ma meghívott vendégünk Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok, a Békés megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója, akivel a Szent Flórián napi ünnepségről, a tűzoltók munkájáról, jelenlegi helyzetéről beszélgetek. A híradó véget ért, ha továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!